Sziasztok, üdvözlök mindenkit újra itt. Ez a második része a Minőségi Tesztelő Podcastnek. Itt az agilis tesztelésről beszélünk. Te ugye adsz tanácsokat abban a témában is, hogy hogyan lehet az agilitást jól meg rosszul csinálni. Nyilván abban nem, hogy hogyan csinálják rosszul, csak azt, hogy hogyan csinálják jobban. Te hogy látod, mi az agilitás szerinted, és milyen fajtái vannak? Hát az, hogy mi az agilitás, az ugye első ránézésre aránylag egyszerű, hiszen ott van az agilis kiáltvány, ugye Agile Manifesto, annak van 4 pontja, az a 4 pont az elég jól ugye pontonként két-két részre tagozódik, illetve az agilitás 12 pontja, ami egy kicsit részletesebben taglalja, hogy akkor hogyan is tudunk mi, vagy hogyan tud egy szervezet agilisan dolgozni. Az az érdekes, hogy nagyon sokan, akik agilitást emlegetnek, meg hogy ők akkor agilisan dolgoznak, szeretnének dolgozni, még esetleg odáig sem jutnak el, hogy az agilitás 12 pontját elolvassák, vagy egyáltalán kicsit elmerüljenek abban, hogy az agilitás micsoda tulajdonképpen. Mert azért azt mindenképpen tudni kell, hogy az agilis kiáltvány és az agilitás 12 pontja az szoftverfejlesztésre vonatkozik. Tehát ott egyszerűen vannak olyan tevékenységek, amik azt mondják, hogy a szoftvert szállítsad meghatározott rendszeres időközönként, a haladásnak az egyetlen mércéje a működő szoftver, és így tovább. Tehát ezért szoktam csodálkozni azon, amikor szoftverfejlesztéssel nem foglalkozó szervezetek emlegetnek agilitást, amilyen agilisan dolgozunk, akkor már rögtön kezd gyanús lenni a dolog, hogy és vajon mennyit tudnak az agilitásról egyáltalán. Mindezt azzal együtt, hogy az agilitásnak az alapelvei, módszerei használhatóak szinte bármilyen szervezetben. Ha megfosztjuk a szoftverfejlesztési specifikumoktól, tehát megfelelően adaptáljuk. De hát ez megfelelő adaptáció egyáltalán nem könnyű. Hát ez tapasztalat kell, az agilitásnak az eredeti tartalmának az ismerete, általános szervezeti folyamatfejlesztés és a többi ismeret. Tehát elég nehéz dolog. Dolgoztam egyébként utóbb másfél évben is egy olyan szervezettel, amelyiknek hát semmi köze nem volt az szoftverfejlesztés, egy belső szolgáltató szervezet, az ottani vezető gondolta, hogy hát hú, ez az agilitás, ez milyen jó dolog, és hát mi is szeretnénk valami ilyesmit csinálni. És hát bizony heteken, hónapokon keresztül gyújtuk, hogy egyáltalán mi az, amit náluk szóba jöhet, és mi az, aminek értelme van. Mindig ez a két dolog, hogy mi az, aminek értelme van, és mi az, ami megvalósítható. Tehát ez a kettő kell ahhoz, hogy legyen belőle valami, mert jellemző az is, hogy nagyon sok mindent lehetne csinálni, abban az értelemben, hogy lenne értelme, hasznos lenne, de valamilyen okból az adott szervezetben igazából kivitelezhetetlen, megvalósíthatatlan. És itt már kapcsolódik is a te kérdésedhez, hogy mi az, amikor rosszul csinálják, hát rosszul csinálják, amikor csak hivatkoznak rá, amikor azt se tudják, hogy igazából micsoda, de emlegetik azt, hogy jó, hát mi nagyon agilisan dolgozunk. Gyakran az agilitást teljes mértékben félreértelmezve. Tehát én láttam például olyat, és érdekes módon megint arra utalni, hogy nem Magyarországon, hanem a fejlett nyugaton, egy termékfejlesztő részlegnél, ahol ott a vezető nagyon, nagyon lelkesen emlegette, hogy hát ők már teljesen agilisan dolgoznak. És amikor egy kicsit utána kérdeztem, megpiszkáltam, akkor kiderült, hogy ez nagyjából azt jelenti, hogy ha megjelenik egy nagy főnök náluk valamilyen ötlettel, akkor mindenki eldobja azt, ami éppen a kezében van, és ráugranak az új ötletre, és azon kezdenek dolgozni. Na most nem állítom, hogy semmilyen kapcsolat nem fedezhető fel egy kis jó indulattal az agilitás, meg emlékezett a munkamódszer között, de azért nagyon messze van attól, hogy erre azt mondhassuk, hogy ők agilisan dolgoznak. Igen. Ugye, ami ez a gondolat egy picit kiterjesztve, hogy ugye nem lehet úgy általában agilisan dolgozni. Ha visszamegyünk oda, hogy agilis kiáltvány, agilitás 12 pontja, ott nagyon konkrét dolgok vannak. És ezeket a konkrét dolgokat kell átültetni a napi munkába, és hogy ezeket átültettük megfelelő mértékben, akkor talán mondhatjuk már azt a munkánkra, hogy agilisan dolgozunk. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy az egész agilitás mögött ott áll a lean, mint filozófia talán. Hát szokták filozófiának, ez egy kicsit talán túlzás, de olyan alapelvek, amik a szervezeti kultúrának az alapját jelentik.
És hogyha ezek nincsenek jelen a szervezeti kultúrában, akkor a agilitás sem nagyon lesz. Többsége azoknak, akik ezt a videót majd nézik, azt gondolom úgy is, ők is megkérdeznék, hogy mik azok a lean alapelvek. Na most nagyon a részletekben nem szeretnék belemenni, mert ez egy olyan téma, amikor, hogyha tehát egy ilyen agilis alapoktatás, hogyha egy napba bele kell sűrítenem, akkor nagyon sok mindent el kell hagyni, és már mindig félek, hogy bizonyos dolgok, hogyha elmaradnak, akkor nehéz megérteni. Jobb ezt legalább 2 napba megtartani. És ha csak a lean-ről van szó, meg egy lean agilis, azt is, hát hogyha nincs 2-3 óra, akkor könnyű félreérteni. De azért mondok jó valamit mindenképpen. Jó. Tehát a lean-nek 4 alappontját szokták emlegetni, ebből hadd említsem meg a másodikat, ami nagyon egyszerűen úgy hangzik, hogy az embereknek a tisztelete. És ez olyan dolog, hogy ó, hát bármelyik felső vezető, bármelyik szervezet, hogy hát természetes, hát ez mindennek az alapja, amit mindenkit roppantul tisztelünk, hát hogy ne. Nagyon könnyen tetten érhető, hogy ez igaz-e vagy nem. Miből áll? Miből áll ez a mindennapi életben, hogy tiszteljük az embert? Ugye például abban, hogyha valami baj történik, valami hiba van, akkor nem hibást keresünk, hanem hibát. Ugyanis nem abból indulunk ki, hogy hát az volt a hibának az oka, hogy a Józsi elszúrta, mert a Józsi az sajnos olyan, hanem igenis tiszteljük azok az emberek, akik ott dolgoznak, nem azt tételezzük fel, hogy ő hanyag, buta, nem figyelt oda, stb., hanem abból indulunk ki, hogy ő itt dolgozik. Ő azért jár ide dolgozni, mert nem csak azért, hogy pénzt kapjon, hanem valamint szereti azt, amit csinál. Motivált, szeretni azt jól csinálni, mert nem úgy megy be reggel a munkahelyére, hogy na, ma mit tudok elrontani, hanem úgy, hogy mit tudnék tenni, amit utána én úgy érzem, hogy hasznos volt, amit csináltam. Tehát például innen indul az, hogy az embernek a tisztelete. Onnan is indul, hogy meghallgatjuk őket, javaslataik vannak, elgondolkozunk rajta, igyekszünk beépíteni a rendszernek a működésébe, mert elhisszük azt, hogy ő jó indulattal van a rendszer iránt, a cég iránt, a szervezet iránt, tehát javítani próbál. Ha ő kritikát mond, akkor az nem rossz indulatból teszi, hanem azért, mert javítani szeretne. Tehát... És ez a 2 pont, ez már rögtön azért elég sok agilis csapatot, azt hiszem, a feje tetejére állítana, hogyha ez így meg is valósulna. Mert hát, akkor valószínűleg a legtöbb esetben, legalábbis amiket én láttam, az inkább ilyen mondva csinált agilis működés volt, mint hogy valósan, transzparensen, ezeknek az elveknek megfelelően működött volna. Vagy még egy apró, nagyon jellemző dolog, ugye azt mondja a lean, hogy pull instead of push, tehát ugye, hogy a kötelet nem próbáljuk megtolni, hanem húzzuk. Nem toljuk rá például a feladatokat az emberekre, hanem vannak feladatok, ahonnan lehet választani, és mindenki magának elveszi azt a feladatot, amit úgy érzi, hogy a leginkább, leghatékonyabban meg tudja oldani. Na most itt azért már fennakadhat mondjuk egyes vezetőknek vagy projektmenedzsereknek a szeme, hogy hát ez hogy tud ez működni. Természetesen magától nem fog működni. Tehát ez nem olyan, hogy a homlokomra ütök, hogy jó, ezt mondja a lényes, tényleg milyen volt lett a gyerekek, holnaptól akkor mindenki pull a push helyett. Így biztos nem megy. Tehát ennek meg kell teremteni a feltételeit, bevezetni hosszú idő alatt a kultúráját megteremteni, de működik. Hosszú távon működik, ha megteremtjük a feltételeket, és valószínűleg hatékonyabb lesz. Uh-huh. Megint egy hatalmas nagy, teljesen más területre lehet tévedni, hogyha ebbe belemegyünk, és talán majd ott a gentle leadership témakörében erről még szó lesz, hogy ugye létezik olyan, hogy válságmenedzsment és válságkezelés általában. Az egy nagyon elkülönülő terület. És ott bizony a pushnak megvan a maga létjogosultsága és kvázi diktatórikus módszereknek. Amikor egyszerűen a legfelső vezető azt mondja, hogy gyerekek, most itt nincsen egyeztetés, nincsen visszabeszélés, most mindenki csinálja azt, amit én mondok, mert én vagyok az, aki a helyzetet a legjobban átlátja, és nagyon gyorsan reagálnunk kell. És mindenki csinálja, amit. De ez válságmenedzsment, aminek csak is válságban van helye, és azt nagyon érdemes tudni róla, hogy bármilyen válságmenedzsment módszer, eszköz indokolatlan használata önmagában alkalmas lehet arra, hogy válságot keltsen. Ez egy tanulságos gondolat. De hatalmas lett terület, ne menjünk most bele. Igen.
viszont Jó. mégis valamilyen szinten kapcsolódik ahhoz, hogy lean. Igen. Még ez ugye a push meg pull, ugye, és a lean alapvetően a sorozatgyártásból indult. És ez a push pull kanban termelés logisztika, tehát oda lehet visszavezetni, és onnan sikerült ennek az alapjait, az elveit olyan szinten elvonatkoztatni, absztrahálni, hogy aztán nagyon sok más helyen is be lehessen vezetni, hát mint például a Scrumban, vagy a Kanban, vagy a Kanban for Software Development, tehát amikor feladatok vannak, és szépen húzzák az egyes emberek maguknak, és mégis tud haladni. Azt hiszem, hogy a legtöbben a tesztelők közül a Scrum-mal találkoznak a munka során. Mi a, hát hogy is kezdjem ezt, mi a Scrum-ban való tesztelésnek a lényege, a Scrum-ban való minőségbiztosításnak a lényege szerinted? Hogy lehet megvalósítani? Hát kezdjük a célnal. Ugye sprintekben szeretnék dolgozni, a sprintnek a végén elő kell állnia egy potentially shippable productnak. Ez ugye a Scrumnak az egyik alapja. Tehát egy, ugye akár kiszállítható az a termék, amit fejlesztettünk, ami nem azt jelenti, hogy megvan benne minden, amit az ügyfél szeretne, de le van tesztelve, le van dokumentálva, működőképes, csak még nem teljes. Még nincsen benne kész minden, amit szeretne az ügyfél. Most ahhoz, hogy egy ilyen produktum, egy ilyen termék előálljon, ahhoz nagyon-nagyon keményen szükség van a tesztelőkre, mert biztosítani kell azt, hogy működőképes legyen, és az csak teszteléssel megy. Tehát már a sprinten belüli tesztelés, hibakeresés, hibajavítás. És akkor szépen most megyünk hátulról előre, ez csak akkor lehet, hogyha a sprint elején és a user story tisztázásánál és akár a taskokra való lebontásánál ott voltak a tesztelők, és megmondták, hogy nekünk ezt, meg ezt, meg ezt kell tesztelni, meg erre is erre az információra van szükségünk ahhoz, mondjuk ezzel a user story-val kapcsolatban, hogy a tesztet végre tudjuk hajtani. Mondjuk ez a user story olyan, hogy ez a mi smoke vesztünket is befolyásolja, vagy valamilyen regressziós tesztünket befolyásolja, tehát nekünk már az automatizált tesztjeinket ehhez kell igazítani. Igen. És ha ezt nem sikerül, akkor nem fogjuk tudni lezárni a sprintet. Na most itt ez elméletben, és ezt mondom az elméletet először, ez úgy néz neki szerintem, hogy a tesztelők ott vannak a requirementek megfogalmazásakor, vagy hát amikor gyakorlatilag dizájnoljuk a sprintet, sprint design van, és akkor nyilván a sztorikat jó esetben már előtte megírtuk, és csak beválogatjuk a sprintbe. Ha nem, és akkor a design körül írjuk, vagy részletezzük a sztorikat, akkor pedig a tesztelők fölteszik a kérdéseiket, és akkor még hozzáteszik a teszt nézőpontot is, hogy mik azok az aspektusok, amikre a teszt szempontból még figyelni kell a tervezés során. Viszont a gyakorlatban utána mondod az automatizálást is, utána ez azt jelenteni a gyakorlatban, ez az elmélet, hogy rögtön a teszt automatizálást a fejlesztéssel együtt el kell kezdeni, hogy mire lefejlődik a kód, addigra az automata is készen legyen, és futhasson, mivel az automatában is lesz hiba, és azt is lehessen javítani, hogy mire mondjuk véget ér az a két vagy három hetes ciklus, addigra a teszt automata is hibátlan legyen, a kód is lehetőleg hibátlan legyen, legyen manuálisan is tesztelve, és minden le legyen dokumentálva. Tehát ez csak akkor működik jól, ha nem egy tesztelő van, vagy lehet nyilván ezt egy személyben ellátni ezt a feladatot úgy, hogy te automatizáljál is, manuálisan is tesztelj, és minden le is legyen dokumentálva. 3 hét alatt ez egy extrém nyomás, tehát hogy ezt nagyon kevesen és nagyon kevés ideig bírják, érthető módon. És én azt gondolom, hogy az a Scrumnak a megcsúfolás a tesztelés szempontból, mert ott nagyon nem tud megvalósulni azt, hogy tehát akkor te mit vennél magadra? Akkor nekem kell priorizálnom azt, hogy most az automatizálása fontosabb, vagy a manuális tesztelés, és én találkoztam hasonló helyzettel, és ez tényleg a gyakorlat, ahol azt mondták, hogy jó, akkor priorizáld magadnak, csak ha nem jól priorizálod, akkor utána te leszel a felelős. Hát én értem. Okay. De hát ez olyan, tudod, olyan, amikor választanod kell, hogy most a bal vagy a jobb kezedet vágják le. Na most a priorizálás az mindig egy kritikus dolog, és most egy nagyon speciális esetéről volt csak szó. Hadd menjek akkor meg egy általánosabb síkra. Jó.
a szervezetek működése során a priorizálás az neurológikus pont szokott lenni. És igyekszem megint röviden és érthetően összefoglalni a témát, de a priorizálás is kicsit olyan, mint a döntés, így elméleti szinten, már abban az értelemben, hogy a döntésekre azt szokták mondani, hogy egy szervezetben minden döntést azon a lehető legalacsonyabb szinten kell meghozni, ahol még a szükséges tudás és a szükséges információ rendelkezésre áll. Mert minek menjünk vele magasabbra? Tehát minek menjünk el mondjuk a CEO-hoz azzal a kérdéssel, hogy vehetünk-e még egy csomag WC papírt? Tehát teljesen fölösleges. Ezt meg kell oldani alacsonyabb szinten. A priorizálásra ugyanez a helyzet, hogy azon a lehetséges legalacsonyabb szinten kell priorizálni, ahol még a szükséges tudás és információ rendelkezésre áll. De ez általában aránylag magas szint és felelősséget jelent természetesen. És ez általában valamennyire vezetői felelősség. Tehát mondjuk lehet, hogy tehát a Scrumban tipikusan egy product owneri felelősség, de ugye, hogyha mondjuk egy ugye több product owner, ugye scale design, stb., tehát van mondjuk chief product owner és így tovább, akkor ez szépen csúszhat fölfelé, és egészen felső vezetői szintre mehet a priorizálás. Termékszinten, stb. És természetesen nem csak termékfejlesztés során van szükség priorizálásra, hanem minden feladat esetében, mert olyan egy szervezet életében nem szokott előfordulni, hogy az összes feladatot párhuzamosan tudjuk, gyakran azonos prioritással egyszerre tudjunk minden feladatot kezelni. Mindenképpen sorba kell állítani. Legyen az fejlesztés, és fejlesztés során felmerül valamilyen feladat, vagy bármi egyéb, tulajdonképpen bármilyen szervezeti egységben megoldandó feladatok. Tehát vezetői feladat ezeknek a priorizálása. Amihez információ kell, tudás kell, és az alapján felelősség, hiszen aki azt mondta, hogy ilyen sorrendben kell csinálni, az lesz a felelős azért, hogy valami esetleg nem készült el időben. És ettől a felelősségtől sajnos a vezetők szeretnek általában megszabadulni, és azt mondani, hogy hát döntsétek. Csapatfelelősség. Tolják lefelé a felelősséget. Na most, aminek gyakran nincsenek tudatában a vezetők a priorizálással kapcsolatban, hogy amikor ők azt mondják, hogy csináljátok, mert minden fontos, akkor az történik, hogy valaki mindenképpen, tehát ő nem priorizál a hierarchia csúcsán, valaki mindenképpen priorizálni fog. Lehet, hogy a hierarchiának a legalján. Ami azért baj, amit az előbb elmondtam, hogy nincsen meg a szükséges tudás és szükséges információ. Nem látja át, hogy tehát a legalján a tesztelő, vagy egy fejlesztő azt látja, hogy itt van 5 feladat, prioritás nélkül, hát akkor kiválasztom azt, amelyik nekem tetszik. Igen. És nem lehet, tehát lehet, hogy felelősségre fogják vonni érte, és hogy jó esélye van, hogy felelősségre vonják majd érte, de jogtalanul. Persze. Mert ő mi alapján döntötte volna el? Ő azt látta, hogy jaj, de jó, mondjuk egy lean alapelv alapján kiválasztom azt, hogy na, ezt biztos be tudom fejezni belátható időn belül. Tehát ezt fogom kiválasztani. Vagy van egy másik feladat, ami szakmailag izgalmasabb, szakmai, és inkább azzal foglalkozom. Igen, az is lehet. És lehet, hogy egyik sem a legfontosabb, amit vannak benne bizonytalanság, beszélni kell másokkal, információt kell, de be lehetne fejezni mondjuk azt is a sprinten belül, de hát mivel senki sem mondta, hogy éppen ezzel kéne foglalkozni, hát azért nekem az nem tetszik annyira. Igen. Na most arról azon gondolkoztam, hogy ugye egy kicsit visszatekerve a gondolatmenetet, az agilitás az a tesztelés szempontjából, legalábbis nálunk, mondjuk ugye a tesztelés világában, a klasszikus V-modellt meg a vízesés modellt váltotta föl. Tehát először volt a vízesés, V-modell, és akkor azok után egyszer csak a tesztelés és a fejlesztés világában is beszivárgott az agilitás. Legyen az Scrum, vagy Kanban, vagy Scaled Agile, bármelyik módszer, vagy munkaszervezés az, amit követünk. Szerinted milyen előnyöket kínál az agilitás a klasszikus projektmodellhez képest, tehát ez a V-modell és a vízesés, ezek ilyen projektmodellek, és utána beszéljünk arról is, hogy mik a hátrányok
amiket szerinted ez behozott, és hogy lehetne majd esetleg kiküszöbölni. De ez mondjuk három kérdés egyszerre, hogy legyen az első, hogy milyen előnyöket hozott be ez a világ. A klasszikus projektmenedzsment az egy elméleti szinten prediktív. Tehát valamilyen szinten ugye jóslásra épül. Ami azt jelenti, hogy vannak követelmények, a követelményekből lehetünk a specifikációt, abból a specifikációból mi levezetünk meghatározunk tevékenységeket, ugye ez a bizonyos work breakdown structure, ezeket a tevékenységeket végrehajtjuk, és ennek eredményeként aztán létrejön valamilyen termék, aminek örülünk. Tehát ez az egésznek az alapja. És amit nem feltétlenül emlegetnek a prediktivitás predikció kapcsán, hogy ami gondolatban még emögött van, azt hiszük, azt reméljük, hogy ez működik ilyen módon, hogy ugye specifikáció, tevékenység eredménye, ez így tökéletesen összetartozik, és ez működik sok esetben, sok helyen. Tehát nagyon jól működik például sorozatgyártásban, aránylag jól működik kivitelezés esetében. Tehát ha veszünk egy házépítést, akkor ott ez működni fog valószínűleg. Tehát családi ház, ugyanak kell mondjuk egy sávalap, kezdődik azzal, hogy oda megy a markológéppel a megfelelő szakember, ott ki van már jelölve a háznak a helye, ki van jelölve, hogy neki hol kell árkotásni, neki kell árkotásni, mondjuk, hogy nem totálisan fagyott a föld, akkor lehet tudni, hogy azzal a géppel, amivel oda ment, egy óra alatt 10 méternyi sávalapot ki fog ásni, itt van összesen 30 méter, az azt jelenti, hogy egy fél munkanap alatt azt ő el tudja intézni. És ott lesz akkor megfelelő árok, tehát következő nap akkor már ott lehet betonvasakat letenni, és utána beleönteni a betont. Egy hét alatt készen lesz a sávalap, már csak arra kell várni, hogy megszilárduljon a beton. Vannak kockázatok, mint az időjárás, leesik az eső, vagy lesz mínusz 20 fok, és nem köt meg a beton, de ezekkel valamilyen szinten lehet számolni. Igen, tehát tervezhető a tevékenység, időben van egy eleje, meg van egy vége, és az elejét és a végét is átlátjuk, és a kettő között is tudunk tervezni. Talán ez a legnagyobb különbség, amit itt lehet említeni. Igen, illetve a legfontosabb az az, hogy ha mi egy tevékenységet elvégzünk, akkor nagyon nagy biztonsággal mondhatjuk azt, hogy annak a tevékenységnek az lesz az eredmény, amit várunk tőle. Most ez egy nagyon fontos pont, több szempontból, mert általában, ha veszünk egy projektmenedzsert, most nevezünk projektmenedzsernek, de bárki, aki kap egy feladatot, akár egyedül, akár mint egy csapatnak a vezetője, hogy itt a követelmény, ezt kell csinálni, ezt az eredményt várjuk, akkor szépen készít egy tervet, hogy jó, ilyen és ilyen tevékenységeket fogunk végezni, XYZ-re ezt leosztjuk, megcsináljuk. Mi a legnagyobb félelme egy projektmenedzsernek? Az, hogy az emberek dolgoznak, elvégzik a megtervezett munkát, és sehol az eredmény. És a másik fele még az, hogy és ő ezt nem veszi közben észre. Igen. És azért szokták elővenni a projektmenedzsereket. Többé-kevésbé jogosan. Vagy azt lehetne hinni, hogy jogosan. A baj az, hogyha áttérünk a szoftverfejlesztésre, hogy ugye miről volt eddig szó? Gyártás, sorozatgyártás, kivitelezés. Mi a szoftver készítés, az micsoda? Szoftverfejlesztés. Más jellegű tevékenység. Na most, amikor a fejlesztés területére tévedünk, és különösen a szoftverfejlesztés, tehát termékfejlesztés, azon belül is a szoftver termékfejlesztése, attól kezdve a tevékenység és a tevékenység eredménye közötti aránylag szoros kapcsolat megbomlik. Uh-huh. Tehát jönnek a fejlesztők, kaptak egy jó specifikációt, és írják a kódot. Ugye kód az van, van szoftver, de vajon hogyan állunk a termékkel, a késztermékkel, azzal, amit a megbízó, az ügyfél szeretne megkapni. Nem tudjuk. Tehát ugye vegyünk egy ilyen feeling elméleti példát, kapunk egy specifikációt, van egy zseniális architektünk, aki ránéz és azt mondja, hogy ezt a szoftvert egy 100 000 kódsoros szoftverrel lehet megvalósítani. Tehát amikor ez készen lesz, 100 000 kódsor fog tartalmazni. Ezek után jön a klasszikus projektmenedzser, vizesés modellben, és elvégez minden tervezést, kiosztja a feladatokat, elindul a fejlesztés, haladunk vele, és azt látjuk, hogy van 80 000 kódsorunk. Hogy áll a termék? Ki tudja? Ugye? Igen. Szemben egy család. Mert
közben nem volt tesztelés, hanem csak a legeslegvégén van. Igen, de tulajdonképpen még ha volt tesztelés, még akkor se tudjuk pontosan. Mert hozzáteszünk a maradék 20 000 kódsort, és mi történik az előző 80 ezerrel? Tehát nekiállunk a regressziós teszteknek. Igen. Tehát rettentő nagy a bizonytalanság ilyen tekintetben. Most ezzel szemben épül egy családi ház, fel kell rakni a földszinti fő falakat, és azt látjuk, hogy egy hete dolgoznak a kőművesek, és fele készen van. Akkor elég jó esélye van annak, hogy egy hét múlva készen lesz az egész. Aha. Szemben a szoftverrel. Igen. No. Mert ugye az agilitás az nagyon sok mindent tartalmaz, de hogyha megint egy kicsit elméleti szintre megyünk vissza. Már bocsánat, ha van kedved, akkor folytassuk az agilitást azzal a házas példával. Miért nem működik az agilitás egy házépítés esetén? Valamilyen szinten működhet egyébként az agilitás, de sokkal korlátozottabbak talán a lehetőségek. Illetve kevésbé van a szükségre. Tehát azért egy házépítés esetében a megbízó az elején sokkal jobban tudni fogja, hogy mi az, amire neki szükség van, sokkal jobban tudja fogalmazni az igényeit, és amikor egy tervvel készül, és azt megmutatják neki, akkor sokkal jobban el tudja képzelni, hogy az megfelel-e az elképzeléseinek. Uh-huh. És ezzel szemben a szoftverfejlesztésnél meg gyakorlatilag azt hogy látod? Szoftverfejlesztésnél ugye nehéz tisztázni, hogy mit szeretne valaki. Hogyha tisztáztuk, akkor nehéz specifikációt elkészíteni. Illetve elég nagy a késztetés arra általában, hogy valamilyen változtatás még később eszébe jusson valakinek. Tehát ha valaki családi házat épített, és mondjuk már szerkezet kész, akkor átérzi annak a nehézségét, hogy akkor itt még szeretnék egy kicsit hozzácsapni. Mert akkor, tehát, hogy akkor újabb engedélyezés, még tovább ásni az alapot, tetőszerkezet, tehát azért az úgy kínos, azt úgy átlátják. De hogyha valakinek akár már egy félig meddig működő szoftvert mutatnak, és ott van egy jó kis user interfész, és mutatják, hogy figyelj, már valami működik, akkor fú, ez nagyon jó, egy apróságot szeretnék, nagyon kicsit ide, egy legördülő menüt, ahol abból tudnék választani, hogy csak jó, csak amögé kell egy másik adatbázis struktúra, például. Most ez az, hogy a megbízó esetleg nem tud. Igen. Mert ott nem látja át, hogy az ő változtatási igénye az mit okoz az egész termékben. És ezt a fajta működésmódot, ezt az agilitás viszont, vagy egy agilis munkaszervezés viszont sokkal jobban lekezeli, és akkor lehetségessé válik például az, hogy 3 hétig csináltunk valamit, azt ledemóztuk, azt mondta rá az ügyfél, hogy szuper, szeretnék rá még 2 teraszt, egy legördülő menüt, meg egy, akkor ha azt mondtad, egy új adatbázis, akkor új adatbázist, és akkor erre azt mondja a csapat, nem azt mondja, hogy hát bocsi, nem erről volt szó, nem azt mondja, akkor a következő 3 hétben ezt csináljuk. Tehát, hogy is ez egy tök nagy előnye az agilitásnak. Igen, illetve hát nagyon sok mindent lehet még említeni ezen kívül. Tehát nem hosszú téma, tényleg csak egyes dolgokat lehet felvillantani ezzel kapcsolatban. Nagyon hasznos dolog a megbízói ügyfél követelményeknek a backlogba való szervezése. Uh-huh. Tehát, hogy a termékkövetelményekre, kisebb termékkövetelményekre bontjuk le az egész termékre vonatkozó követelményeket, és ezeket priorizáljuk. Lehetőségben az ügyféllel együtt, hogyha az nem nagyon megy, akkor a product owner, tehát a product owner képviseli mindenképpen az ügyfelet. És hogyha utána bevonjuk a csapatot, és ezeket a user-t, ugye a backlogban levő user story-hoz, story pointokat renderünk, és ismerjük a team velocity-t. Elnézést, most itt ugye hozom be az új fogalmakat, csak ugye az is kiderül, hogy ha nem látjuk összességében az egészet, akkor nehéz megérteni azt is, hogy az agilitás milyen előnyeket tud behozni. De igen. Röviden az a lényeg, hogy az ügyfél követelmények priorizálva vannak, és az ügyfél előáll egy új követelménnyel, akkor ahhoz is egy prioritást lehet rendelni, és be lehet tolni a backlogba, látszik, hogy hova fog bekerülni, és az is látszani fog, hogy a korábban tervezett időkeretbe, tehát mondjuk a tervezett 10 sprintbe, ezek után mi fog beférni, és mi az, ami kicsúszik. Tehát azonnal lehet látni, hogy ez milyen változást okoz a végeredményt tekintve, és hogy át kell tervezni mondjuk olyan szinten a munkát, hogy akkor ez nem 10 sprintbe fog beleférni, hanem 12-be. És vagy a,
Hát bocsánat, vagy az ügyfél is mondhatja azt, hogy ja, hogyha emiatt nem lesz végül kész úgy a termék, amit eredetileg beszéltünk, akkor hagyjuk a fenébe, nem kell terasz, nem kell legördülő menü, hanem jó lesz úgy, ahogy eredetileg beszéltünk, és csak haladjatok tovább. Igen, igen, tehát átláthatóvá válik a tervezés, átláthatóvá válik a munka, és meg lehet mutatni egész pontosan az ügyfélnek, hogy az általa kívánt változtatás az mit okoz a munkában, határidőben, egyebekben. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy az ügyfél igazából saját magával alkudozik akkor, amikor új ötletekkel áll elő. Igen. És nem tudja egyszerűen azt mondani, hogy hú, hát ez egy olyan apróság, ennek bele kell férnie. Hanem most... tapasztalatokon, méréseken alapuló tényekkel tudjuk azt mondani, hogy ha ezt beletesszük, akkor ez is ez fog történni. Ennyivel fog kitolódni a határidő. És ugye a mérések az például, amit említettél, a team velocity, tehát a csapatnak a teljesítő képessége, ilyen pontokban mérve, hogy x idő alatt hány pontot tud teljesíteni a csapat. Nyilván itt lehet, meg van olyan gyakorlat, akik ezt leszokták munkaórára fordítani, van, aki nem szereti, mert hogy akkor az mégiscsak egyfajta nyomást jelent a csapat számára, tehát itt is már mondhatjuk azt, hogy különböző iskolák vannak ebben. A lényeg az, hogy valahogy mérjük a csapatnak a teljesítményét, és akkor ezt folyamatosan lehet követni, és akkor tudjuk, hogy mit lehet bevállalni. Ha ezek viszont nincsenek mérve, nincsen team velocity, nem tudjuk, hogy a story pontozás az hogyan, milyen módszer szerint zajlik, akkor ott ilyen fajta változtatások, vagy az agilitásnak ez a fajta megtestesülése nem fog tudni megvalósulni. Most ez megint egy nagyon szerteágazó téma, és elég ingoványos talajban említettél, hogy amikor a story pointokat lefordítjuk munkaórára. Hát erre azt mondom, hogy ha nagyon muszáj, akkor utólag kiszámolni, hogy ennyi meg ennyi story pointot teljesített egy adott sprintben egy csapat, és egyébként ennyi munkaórát dolgoztak, tehát akkor az azt jelenti, hogy abban a sprintben egy story point az ennyi munkaóra volt. Hát ha valakinek kedve van ezt számolgatni, akkor számolgassa. Ez még ugyan magában nem baj. Igen. De keverni a tervezési módszereket az rettentően káros minden szempontból. Tehát itt, amikor azt említettem korábban, hogy a termékfejlesztés és különösen a szoftverfejlesztés során a tevékenység és a tevékenység eredménye szétválik, és ezt próbáljuk meg valahogyan agilis módszerekkel helyreállítani, ezt a kapcsolatot, tulajdonképpen amikor a team velocity és story point és munkaórák között keresünk a kapcsolatot, akkor ezt bombázzuk szét újra. Tehát megint csak felvillantom a témát, és hogyha szükséges, akkor természetesen ezt részleteiben is el tudom mondani, de a story point becslésnek az az egyik lényege és nagy előnye, hogy a termékkövetelményt és a termékkövetelmény megvalósításhoz szükséges munkát külön választjuk. Uh-huh. Mert az, hogy mennyi munka szükséges annak a megvalósításához, és az egy időtartamot rendelünk, akkor ott több paramétert becsülünk egyszerre. Tehát becsüljük a feladatnak a nagyságát, és becsüljük a feladat elvégzőjének a teljesítő képességét. Igen. Tehát amikor egy projektmenedzser azt mondja, hogy ezt 50 munkaóra alatt meg lehet csinálni, akkor ott van a fejében az, hogy ezt a feladatot majd oda fogom adni a Józsinak, aki 15 éve szoftverfejlesztő, és nagyon ügyes, és 50 órát megcsinálja. De Józsi beteg lesz, és valaki másnak kell adnom, akinek csak 2 év gyakorlata van, és már 80 órája dolgozik rajta, és még mindig pisz maga, és még mindig nem tart vele sehol. És ezért fontos, hogy a csapat együtt becsüljön, és ne az legyen, hogy a legtapasztaltabb elmondja, hát ezt meg lehet csinálni 2 óra alatt, a másik meg azt mondja, 10 óra. A csapat együtt becsül, de a csapat nem munkaórát becsül, hanem story pointot. És a story point az csak az adott termék követelményre, ami csak nem is a feladat pontosan, ugye? Uh-huh. Tehát korábbi tapasztalatok alapján egy mérőszámot, egy számot, ami ráadásul Fibonacci szám, hogy miért az megint egy hosszabb téma, hozzárendel a user storyhoz, ami a user story ugye egy lebontott termék követelmény egység, mondjuk úgy, és csak arra jellemző. És utána tulajdonképpen a Scrumnak a különböző artifaktjaival, amiben benne van a nagyon sok minden, tehát áttételesen sok minden benne van, de elsősorban benne van a Team Velocity, de benne van a Definition of Ready, benne van a Definition of Done, és még egy pár egyéb dolog,
azzal a story point és a tevékenység közötti és az eredmény közötti kapcsolatot újra megteremti. Aha. Tehát egy tulajdonképpen egy rossz kapcsolatot, amit egyébként használunk, hogy a termékkövetelményhez egy munkaórát hozzárendelünk, ami sajnos nem nagyon működik, ezt egyszer felbontja, akkor, amikor ő story pointot határoz meg, de a story point segítségével és az egyéb Scrum artifaktok segítségével a követelmény és a követelmény megvalósításához szükséges erőforrást, közötti kapcsolatot újra megteremti, de már egy használható és tapasztalati értékeken alapuló módon. Igen. Tehát ez az egyik zsenialitása azt lenne. Egyébként ez nagyon, tehát hogy szerintem is ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat és hasznos, ha így csináljuk a gyakorlatban. Én a legtöbbször nem ezzel találkoztam sajnos, hanem inkább azzal, amit már mondtam, hogy van valaki, aki elmondja, hogy hát mit hőbörögsz, hát ezt meg lehet csinálni XY, sőt már ott a izén elkezdi megírni. És nem arról van szó, mert a legtöbben azt értelmezik félre, hogy nem neki kell feltétlenül megcsinálni, nem biztos, hogy ő kapja meg a feladatot, nagy valószínűsége, vagy lehet, hogy ő kapja meg a feladatot, de ha ezt csapatként értékeljük, akkor ott a csapat teljesítő képességét kell megnézni, és a csapatban benne vannak a kezdők is, benne vannak a haladók, benne van az, akár az, hogy mindenki beteg lesz, és a projektmenedzsernek kell megcsinálni, vagy PO-nak kell megcsinálni, nyilván ő nem fogja, de hogy akkor teljesen új tagokat kell, vagy kimarad a sprint, vagy, tehát hogy benne vannak ezek a dolgok is, amivel nem lehet számolni. No, de arról is beszélve, hogyha most már itt tesztelésről beszéltünk nagyon sokat, hogy, és benne van a tesztelő is. Tehát nem biztos, hogy amikor mondjuk egy projektmenedzser egy feladathoz munkaórát hozzárendel, akkor neki a fejében ott van, hogy jó, persze lefejlesztjük, meg hát ott jó, a tesztelő majd ott kipróbálja, hogy működik-e, ugye? Igen, és a gyakorlat az szerinted hogy kéne legyen, mert én ezzel kapcsolatban is, és ez egy teljesen konkrét kérdés. Általában azzal találkoztam, hogy a story point becsléseknél a tesztelésre, vagy az volt, hogy külön pontot adtunk a tesztelésre, és akkor volt egy pont a fejlesztésre, meg volt egy pont a tesztelésre, és akkor kettőt vagy összeadtuk, vagy szoroztuk. Ez is egy gyakorlat, amit egy-két helyen láttam. A másik gyakorlat az az, hogy ki volt hagyva úgy, ahogy van, és akkor a tesztelő is mondjon egy pontot rá, teszteléssel együtt, de akkor ott én, mint tesztelő, nekem nincs nagyon beleszólásom, hogy mennyi idő alatt fejlődik le a kód, mert nem tudnám megírni. A fejlesztők meg nem tudják, hogy mennyi idő alatt kéne letesztelni, vagy hát nyilván mindig kevesebb időt tesztelnék, mint én. De bocsánat. A story point becslésnek semmi köze ahhoz, hogy mennyi idő alatt fogod megcsinálni. Amikor a story pointot becsülsz, akkor semmi más nem csinálsz, mint az adott user story-t összehasonlítod valamilyen korábbival. Aha. Volt egy valamilyen pontszáma. És legfeljebb arra gondolkozol, hogy akkor, annak idején mennyire volt reális az a becslés, mennyire vált be, és hú, hát azt bizony, az elég mócsingos volt, rosszabb lett, mint amire számítottunk, tehát akkor erre most egy nagyobb számot fogunk adni. Aha. És szerinted mi a jó gyakorlat, hogy külön pontozni a tesztelést, vagy belevenni az egészbe? Hát nekem elég furcsa az, hogyha egy user storyhoz különböző pontokat rendelünk. Tehát inkább arról lenne szó, hogy a csapat közös emlékezete, közösen összehasonlítva korábbi tapasztalatokkal, korábbi user story-kkal, és hát mindenkinek a szempontjait figyelembe véve. Tehát a tesztelő azt mondja, tehát mert ugye ki mire emlékszik? A fejlesztő arra emlékszik, hogy jó, hát ez egy egyszerű dolog volt, milyen klasszul megoldottuk, persze. És arra nem emlékszik, hogy a tesztelő mennyit küzdött vele. És akkor kellett ezt, hogy figyelj, tudom, én is emlékszem rá, nagyon hamar végeztetek vele, és készen volt, de vértizettünk, mire leteszteltük. Igen, és egyébként, mire leteszteltük, addigra találtunk benne olyan hibákat, hogy vissza kellett dobni nektek, és utána már ti is dolgoztatok rajta elég keményen. És ezt baromi fontos az elején megemlíteni, mert ilyenkor szokott jönni az, hogy ez nyilván csak át kell kattingatni, ez az egyik, és ez rögtön leértékteleníti, vagy elértékteleníti a tesztelőknek a munkáját, a morált lerombolja, tehát hogy ezek baromi ártalmas kifejezések szerintem. Ezt a fajta küzdelmet a teszteléssel kapcsolatban, amikor mi küzdünk valamivel, legyen az egy tesztkörnyezet beállítása, legyen az egy tesztadat előállítása, legyen az, hogy az implementáció eltér attól, ami a sztoriban volt, és a különbségek nincsenek dokumentálva. Tehát hogy ezek mind előfordulnak a gyakorlatban.
ezekkel általában nem számolnak, és szerintem a mi dolgunk, tesztelők dolga az, hogy ezt láthatóvá tegyük, akár a tervezés meetingen, akár út közben beleírva a ticketekbe, hogy hello, hello. Ez nyilván panaszkodásként jön le. Tehát, hogy a tesztelő mindig panaszkodik, mindig nem jó neki valami. Ezzel a témával kapcsolatban én azért nagyon-nagyon szeretnék mindenkinek a figyelmébe ajánlani egy olyan ábrát, amit sokat szoktak mutogatni, mégsem mindenkinek jut el a tudatáig ennek a fontossága. Ez az ábra ugye azt mutatja, egyébként egy exponenciális görbe, hogy mennyibe kerül egy hibának a javítása attól függően, hogy a termékfejlesztések melyik szakaszában találják meg. Igen. És nagyjából azt mutatja, hogy az a hiba, amit ha a specifikációs szakaszban felfedezünk, egységnyibe kerül, hogyha ugyanazt megtaláljuk, hogy az integrációs tesztek során, akkor annak a javítása olyan legalább kettő, de inkább három nagyságrenddel kerül többe. Igen. Tehát amikor valaki le akarja értékelni, és jelentéktelennek tartja a tesztelőknek a munkáját, akkor vegye figyelembe azt, hogyha a tesztelőt megtalál valamit, és időben megtalál valamit, mondjuk, hogy egy szakasszal korábban, az egy tízszeres spórolás lehet ahhoz képest, mintha egy lépcsővel később. Tehát, hogyha azt megtalálják mondjuk az integrációs teszt során, az tízszer annyiba kerül, mintha mondjuk a system teszt során kerülne elő. És százszor kevesebbe kerül, mintha kint az ügyfélnél lépne fel a hiba. Igen, én ezért szoktam azt javasolni, hogy például a teszt fázis elkezdése előtt, a teszt, ugye minden fázisnak megvan a definition of ready, meg a definition of done, ahogy mondtad. A tesztelésnek szerintem a definition of ready, vagy hát amikor elkezdjük a bemeneti feltétel, az a definition igen, of ready, ugye? Igen. Tehát a bemeneti feltétel szerintem a tesztelésnél az tartalmaznia kell azt, hogy a unit test volt és készen van. Ha esetleg lehetséges, akkor az API tesztelést is csinálják meg a fejlesztők. Bár én ott nagyon szeretem, hogyha a tesztelők belefolynak, mert határérték tesztelést a fejlesztők általában nem szoktak csinálni, viszont tök jól le tudják automatizálni a saját API-ukhoz a tesztelést. Tehát ott már szerintem a tesztelésnek be kell vonódjon a fejlesztésbe, hogy az API tesztelést segítse legalább, konzultálja, teszteseteket írjon hozzá. És adott esetben még az se árt, hogyha a system test megvan, tehát hogyha a rendszer egészben már megvan hajtva, akár automatizáltam, és ott kezdődik el a tesztelés, akkor az már lehet egy minőségi terméknek a kezdete. Ha ezek nincsenek meg, ha ezek a lépések hiányoznak, akkor ott nagyon-nagyon nehéz utólag már behozni, és mindig maradnak olyan apró hibák, amik ki fognak kerülni a productionbe. Általában, amikor egy ilyen Scrum csapatban dolgozom, akkor az első kérdés az ez, hogy akkor a unit tesztekkel mi újság, mikor van kész, ennek a sztorinak az esetében milyen unit teszteket kell írnunk, az mikorra fog elkészülni, és hogy tudok én ráfűzni a saját tesztjeimmel arra. Tehát itt is egy, és ez megint visszakapcsolódik egyébként az ISO-hoz, mert a visszakövethetőség, az igénynek a termék fejlődésén való végigkövethetőségét ezen keresztül nagyon jól lehet biztosítani, mert hogyha megvan a requirement, akkor utána megvan a fejlesztés, azon keresztül unit test, és azon keresztül én már át tudom csorgatni a saját tesztjeimen, és akkor úgy végén a teljesen produktív, tehát a végén a produkcióba kikerülő termékkel meg szintén lehet látni akkor, hogy ez az igénytől a fejlesztés végéig hogy zajlott. Nem is beszélve azokról az esetekről, amikor mondjuk valamilyen hatósági vagy törvényi előírás megköveteli a requirement tracinget. Igen. Tehát végig kell tudnunk követni azt, hogy egy adott követelmény az a kódban hogy jelenik meg, milyen teszteset tartozik hozzá, hogyan definiáltuk azt a tesztesetet, valóban lefedi-e azt, amit szükséges, és utána a termékben a fejlesztési folyamatot, konkrét termékfejlesztését hogyan dokumentáltuk, és így tovább. Tehát, igen. Van egy termékünk, és annak meg kell feleljen egy szigorú követelmények, legyen az egy autó, és egyszer csak az autó gyártója azt eldönti, hogy ez innentől nem projekt lesz, hanem ez egy agilis tevékenység lesz, viszont az elvárás ugyanaz, tehát ugyanúgy emberek fognak beleülni, akiket szeretnénk, hogyha nem halnának meg, és vagy tök jó lenne, ha nem ez lenne a végkimenet, és ennek erre ugye biztosak akarunk lenni benne, hogy ez nem fog megtörténni, tehát ez a minőségbiztosítás egyik alapköve.
Mi a más? Mi más az agilis munkaszervezésben ebből a szempontból? Hát ugye, itt az érdekes, hogy azért nehéz ezt így elmondani, mert más szintekről van szó. Tehát a minőségmenedzsment követelmények, mint például akár az ISO 9001-es szabvány, de egy felmérlet az, hogy és mi van még ezen kívül, tehát ott van például a CMMI, vagy a SPICE, azok leginkább arra koncentrálnak, hogy mit kell csinálni, bizonyos tevékenységek elvégzését írja elő. Az agilitás és az agilis módszerek, mint például a Scrum, az már a hogyan szintjén jelenik meg, egyen lejjebb. Igen. És ezért nehéz ezt a két szintet úgy igazából összefésülni. De ami viszont jó ilyen szempontból, hogy a Scrum például nagyon sok mindent, amit az ISO 9001 vagy akár a CMMI megkövetel a fejlesztésben, tehát tervezést, terv teljesülésének az ellenőrzését, a szerepköröknek a tisztázását, tehát felelősség és hatáskörnek a tisztázását, többé-kevésbé automatikusan tartalmazza, illetve elég ezek módon tartalmazza. Tehát az, hogy nekünk van sprint tervezésünk, az, hogy van definition of ready, ugye a csapat felülvizsgálja a követelményeket, elfogadja, hogy jó, rendben van, én ezen tudok dolgozni. Vannak egyértelmű elfogadási kritériumok a sprint végén, tehát definition of done. Utána van sprint review, ahol valaki megvizsgálja a terméket, és dönt róla, hogy ez megfelel nekem. Van sprint retro, tehát a működésnek a felülvizsgálata és a működésnek a folyamatos fejlesztése. Tehát ezek különböző helyeken megjelennek a menedzsment rendszer követelményekben, akár az ISO 9001-ben, 13485-ben, nagyon sok másban, vagy a CMMI-ban, és a Scrum ezekből a követelményekből nagyon sokat többé-kevésbé automatikusan teljesít, hiszen benne van az alapfolyamatban. A rituálékban. A rituálékban, igen. Igen. Most az megint más kérdés, hogy egy nagyon nagy szemléletbeli különbség a mondjuk például a Scrum és a hagyományos projektmenedzsment között, hogy a Scrum az egy nagyon kevés pontból álló keretrendszer, és azt a kevés pontot szigorúan végre kell hajtani, és ami nekem hiányzik, ami még kell, ahhoz, hogy én jól működjek, nekem azt ki kell egészíteni. Tehát például a Scrumban olyan, hogy kockázatkezelés, kockázatmenedzsment, tehát ilyen nem szerepel. De nyilván terméket fejlesztek, akkor ilyesmivel nekem foglalkoznom kell valahogyan. Már bocsánat, van egyébként kockázatmenedzsment, meg kockázatkezelés is, annyival kiegészíteném ezt, mert ha például a Scaled Agile-ra gondolsz, ahol vannak ezek a nagy product incrementek, ahol egy ilyen több sprintre vonatkozó sorozatot megtervezünk, ott igenis része szokott lenni az, hogy a legvégén a betervezett nagy increment, tehát a nagy sorozat összes kockázatát fölírjuk a négyes keresztbe, mi az, amit fel tudunk, tehát mi az, amit meg tudunk oldani, mi az, amit most rögtön meg tudunk oldani, mi az, amihez kell valami segítség, mi az, amit elfogadunk, hogy úgy van, és akkor tehát ott azért van kockázatmenedzsment, és később is hozzá lehet ezt rakni. Ami szerintem előny és fontos, hogy ott azon a meetingen, vagy az ilyen meetingeken általában ott van az, aki adja a pénzt, tehát adott esetben a vezető, a CEO, a product owner, vagy az ügyfél akár, és ő is szembesül a kockázatokkal, és ő is tud arra mondani valamit, hogy na hát akkor ez tényleg valamennyi kockázatot magában hordoz, teljesen más, mint hogyha egy projektet csinálunk, és akár a kockázatról az ügyfél nem is tud. Úgyhogy szerintem ez talán egy nagy különbség, viszont ezt nem lehet úgy tervezni, ezt a fajta kockázatot, mint a klasszikus projektben. Másképp, tehát mások a kockázat, másképp kell tervezni, ugye ez megint attól függ, hogy mire használjuk. Ugye használjuk a klasszikus vízesés modellt a szoftverfejlesztésre, csak kár, hogy ez mérsékelten alkalmas. De ugye most csak, hogy megvédje, bocsánat, az előző álláspontomat, tehát ugye a Scrum artifaktok között olyan, hogy kockázatmenedzsment, ugye így önmagában legalábbis nem szerepel. Még akkor is, hogy valamilyen módon persze el van rejtve tulajdonképpen az egészben. Viszont a Scrum artifaktok nagyon erősen egymásra épülnek. És amikor a Scrumnak a megálmodói alapítóvatja, és akik azóta is dolgoznak rajta, azt mondják, hogy csak az a Scrum, hogyha ezt te mind használod. És természetesen lehet azt csinálni, hogy te bizonyos dolgokat kiveszel belőle, és használod a működésed során, de már ezzel nem mondja azt, hogy Scrum. És ez nem valamiféle ilyen
védjük magunkat, vagy purizmus, vagy nem. Tehát ezek a Scrum artifaktok nagyon erősen egymásra épülnek, és ha valamit kiveszünk belőle, akkor az kihat a többire is, és veszítünk sok mindent. Tehát, hogy amit te is szoktál mondani, hogy hagyjuk a fenébe a story pointokat, tehát nem is értjük egészen, hogy mire jó, meg a managementnek nem az kell, azért mi csak tervezünk munkaórát. Igen. Most ettől kezdve tulajdonképpen az egész Scrumnak a tervezhetősége, mivel mondjuk nem lesz team velocity, úgy igazából, de a tervezhetőség az mehet a kukába többé-kevésbé. Vagy legalábbis nem lesz jobb, mint hagyományos módszerekkel. Igen. De, bocsánat, tehát mondom, Scrum artifaktok nagyon erősen egymásra épülnek, mindegyiket fel kell használni, hogy a Scrumot akarsz csinálni, és amire még szükséged van, hogy egyébként működjön a rendszer, sok mindennel ki kell egészíteni. Ezzel szemben a klasszikus projektmenedzsment, hát most vegyen valaki elő egy projektmenedzsment könyvet, nekem is van egy-kettő itt a hátam mögött a könyvespolcon, 4-5-600 oldal részletekből menően 1000 dolgot leír, és azt mondja, hogy és döntsd el, hogy neked milyen a projekted, mekkora a projekted, és amire nincsen szükség, azt hagyd el ezekből. És használd csak azt, amire neked szükséged van. És attól az még klasszikus projektmenedzsment lesz. Pont a fordítottja. Igen. Egy agilis tesztelés során szerinted milyen nehézségekkel lehet találkozni, és hogy lehet velük megküzdeni? Ilyen tipikus problémákra gondolok, amit te látsz. Én is nyilván fel tudok sorolni párat, de most arra vagyok kíváncsi, hogy te hogy látod. Most az agilis működés, tehát az inkrementális és iteratív működés, az nagyon sok mindent megkövetel a teszteléstől. Tehát ugye, ott korábban szó volt róla, Scrumban egy sprint végén mi azt várjuk, hogy ott legyen egy potential shippable product, tehát egy valamilyen szinten kész termék, ami valamilyen szint ugye azt jelenti, hogy még nincsen benne minden, amit az ügyfél szeretne, vagy amit mi elképzeltünk, de működőképes. De van tesztelve, nincsen benne olyan hiba, ami totálisan megakasztaná az egésznek a működését. Tehát amit befejlesztettünk, amivel készen vagyunk, az működőképes is. Most az, hogy ez így legyen, ahhoz ugye megfelelő szintű tesztelésre van szükség. És ez kezdődik hát nem is a test managementtel, hanem a requirement managementtel, amihez nagyon szorosan kapcsolódik a test management, a teszteknek a definíciója, teszteseteknek a levezetése, teszt automatizálás. Ugye egy sprinten belül, tehát nincsen automatizált tesztünk, nem valószínű, hogy le tudunk zárni egy sprintet, hogy mondjuk egy kéthetes vagy háromhetes sprintnek a végén azt tudjuk mondani, hogy ez a termék olyan szinten van, hogy nincsen benne olyan hiba, amire tehát ilyen knockout nagyobb jellegű, tehát ami showstopper. Igen, ezért is van, hogy a legtöbb esetben a regressziót azt automatizálni szoktuk. Igen. Tehát azt felépítünk egy regresszió szettet, az le van automatizálva, az a csomagolás után rögtön lefut, abból a hibákat rögtön javítják, és akkor mellette, közben kiegészítve lehet még end-to-end teszteket futtatni, akár manuálisan teszten, lehet az ügyféllel együtt teszten, tehát ott rengeteg minden kiegészítő, ráépülő, mondjuk így biztonsági hálót hozzá lehet, és kell is szerintem tenni, és akkor azzal lehet egy olyan lefedettséget elérni, nevezzük azt egy feature lefedettségnek, vagy funkció lefedettségnek, vagy aminek akarjuk, vagy requirement lefedettségnek, ami aztán utána az ügyfél elégedettséget is meg fogja hozni, vagy a tesztelés szempontból, amit mi szoktunk mondani, a bizalmat a szoftver jóságában. Igen. Na hát igen, csak ugye ez így elméleti szinten nagyon egyszerűen hangzik, hogy persze át legyen akkor egy automatizált tesztünk, ami ezt regressziós teszteket, azt elvégezünk automatizáltan, de hogy ez működjön, azért. Igen. Tehát ugye az is egy külön szoftverfejlesztés projekt. Igen, na most ugye kialakítani azt, hogy ez működjön, és utána fenntartani, hogy ez működjön, tehát amikor változnak a követelmények, és jön egy új, és bármilyen követelmény változik a specifikáció, és akkor eldönteni, hogy na, akkor ezt a regressziós tesztbe nem kell beépíteni, ha be kell építeni, akkor hogyan építjük be, mit változtat. Tehát fenntartani a rendszernek a működését, ez kőkemény munka. És szerintem nagyjából meg is válaszoltuk a kérdésedet, hogy a vis környezetben. Mik a nehézségek? Mik a nehézségek?
Igen. Igen, tehát hogy általában én is ezzel találkoztam, hogy az agilis munkaszervezés a tesztelés szempontjából sokkal nagyobb nyomást helyez ránk, mint mondjuk egy klasszikus projektmodellben, ahol van mondjuk akár 2-3 hónapot, hogy valamit készre tesztelje, tehát ezeket a szinteket sokkal jobban ráérsz kidolgozni, akár a regressziós automata szettet, vagy a manuális teszteket, tehát minden szintre több idő van. Míg mondjuk egy ilyen esetben, mondjuk 3 hét alatt rengeteg mindent együtt meg kell csinálni, ami az én szempontomból azt hozza magával, hogy ugyanazt a funkciót, ugyanazt a mennyiségű munkát sokkal több tesztelő kell, hogy csinálja, mert nem tudod egy emberre rárakni, hiszen nincs annyi időd. Na most ebben egyébként az érdekes egyebek között, hogy ahol már többször felmerült ez így, hogy a klasszikus projektmenedzsment az sokkal inkább alkalmas, ugye mondjuk kivitelezés jellegű munkához, agilis módszertanok pedig a fejlesztéshez, különösen a szoftverfejlesztéshez, és hogy az agilis tesztelés az mennyivel nehezebb, agilis környezetben mennyivel nehezebb mondjuk a tesztelés szoftverfejlesztésben. Hát erről van szó, hogy egy arra alkalmas módszertan az sokkal jobban megmutatja az adott tevékenységnek a fontosságát. Tehát nem történt más, mint hogy kiderült, hogy a szoftverfejlesztésben a tesztelés az sokkal fontosabb, mint mondjuk a kivitelezésben. Tehát ugye ez is egy alapvető különbség volt házépítés, mondhatok útépítésben, bármi egyebet. Ott házépítés esetén van egy szakember, aki betartja a technológiai előírásokat, az valamilyen minőséget garantál. Tehát felépítenek egy családi házat, ahol a technológiai előírásokat betartották, az valószínűleg nem fog összeomlani. Sőt, valószínűleg elég jó lesz. Most lehet, hogy lesznek benne bosszantó hibák, amik zavarják azt, aki beköltözik, de valószínűleg más jellegű, tehát nem olyan, hogy mondjam, nem az, hogy a fejére dől a tető. Fejlesztés, szoftverfejlesztés esetében. Most lehet, hogy a fejlesztőknek van csodálatosan jól megírt és hibátlan coding guideline-ja, és azt nagyon pontosan betartják, de abból még nem lesz feltétlenül egy jól működő szoftver. Igen. Azt valahogy ellenőrizni is kell. Igen. Szerinted mi a teendő akkor, hogyha a tesztelők látják, hogy valami nem optimális? Tehát, hogy azon kívül nyilván, hogy mondjuk, hogy kéne még egy tesztelő, aki mondjuk automatizál, vagy csak automatizál, és akkor a másik fejleszt. Mit lehet csinálni tesztelőként, hogyha ilyesmi problémát észlel az ember? Először is megbeszélni házon belül, csapaton belül, tesztelőkön belül, hogy amit én észrevettem, azt más is észrevette, más is úgy látja-e, van-e rá megoldásunk, látjuk-e azokat. Ha nem, akkor lehet legalább egy lépésre tovább menni, mondjuk a Scrum team, akkor a Scrum csapaton belül, de lehet ezek az első lépés is, mert lehet, hogy jó rögtön bevonni a fejlesztőket. Tehát lássa mindenki, hogy itt gondok vannak a teszteléssel, például a Scrum Master is, ugye az ő dolga egyebek között az impediment listnek a kezelése, és hogyha kiderült, hogy valami olyan akadály van, amit a Scrum Master tud elhárítani, akkor minél hamarabb, ugye mondjuk a daily stand-upon jusson el hozzá ez az információ. Uh-huh. Tehát első dolog, meg kell beszélni, tisztázni kell egymással, gondolkodni rajta, dolgozni rajta, lehetőleg az okot megkeresni. Ha van tippünk arra, hogy mi lehet az oka, akkor eldönteni, hogy meg tudjuk-e oldani csapaton belül, vagy nem. Ha nem tudjuk megoldani csapaton belül, akkor pedig menni tovább. És természetesen ugye megint csak itt van, hogy szervezeti kultúra, és lean, és a személynek a tisztelete, tehát kell a megfelelő nyíltság elfogadni azt, hogy vannak hibák, vannak a működésben hibák. Az is lehet, hogy személy szerint valaki hibázott, de akkor ne az legyen a lényeg, hogy felelősségre vonjuk érte, hanem hogyan tudjuk megoldani, hogy ilyen máskor ne forduljon elő? Elég-e az, hogyha őt oktatjuk? Mit tudunk tanulni belőle? Elég-e az, hogyha az illető személyt oktatjuk, vagy pedig intézményesíteni kell valamilyen folyamatlépést, valamit, ellenőrzési pontot kell beépíteni, folyamaton kell változtatni, stb. Igen. Szerinted a teszteléssel kapcsolatban egy ilyen agilis csapatban hol ér véget a tesztelők felelőssége? Ez megint azért nehéz kérdés, mert az agilitás, vegyük megint a Scrumot, a csapatra épít. Igen. Tehát nem olyan nagyon személyes felelősséget próbálunk itt keresni, hanem van a csapat. És a csapatnak vannak feladatai. A csapatnak kell elvégeznie, nagyon sok mindent meg kell oldani nekik házon belül.
Most természetesen azért a tesztelői szerepkörnek ezen belül vannak saját felelősségei. De hát neki felelőssége az, hogy a tesztelőknek az érdekeit, a szempontjait megfelelően képviselje. Tehát már, amikor van mondjuk grooming, vagy sprint planning, bármilyen tervezési lépés, akkor ott legyen. Lássa, hogy miről van szó, mi történik, tudjon arról, hogy amit ott terveznek, azzal neki majd mi lesz a dolga. Vegye észre, hogyha neki valami új dolgot kell csinálni, akár amiről itt éppen szó volt, mondjuk a regressziós automatizált teszteken valamit változtatni kell. Vagy jó, ez mondjuk egy olyan dolog, hogy ez a regressziót nem érinti, csak kicsit kell majd letesztelni, és akkor ez mennyi fog manuálisan is. Ez például egy nagyon súlyos felelősség ennek az eldöntése. És nyugodtan mondhatja, hogy én ezt most nem látom át, beszélnem kell a többi tesztelővel, vagy más csapatot tesztelőit meg kell kérdezni, vagy segítsetek, én így látom, vajon tévedek, nem tévedek, tegye fel a kezét, hogy most segítségre van szükségem. Aha. És megint ehhez kell a szükségek megfelelő szervezeti kultúra, hogy ezt merje tisztán kimondani. Hogy ez nem ciki. Hogy ez nem ciki. Tehát, és egyébként ezt minden más esetben is egyébként szeretném mindenkinek mondani, hogy ha valamit nem tud, valamit nincs egy tapasztalata, vállalja nyugodtan. Sajnos ennek is van kultúrája, hogy az emberek nem beszélnek arról, amit nem tudnak. És akkor minden, tehát oktatásokon például, de ott ülnek 8-10, az oktató mond valamit, és akkor ott valaki elkezd körbe nézegedni, hogy én ezt marhára nem értem, és mindenki okosan néz, biztos mindenki, csak én vagyok hülye, mindenki érti, hát nem fogom megkérdezni. És aztán előbb-utóbb megtörik a jég, valaki feltesz egy kérdést, és utána jön a lavina. És mindenki elkezd kérdezgetni, és kiderül, hogy a másik öt, az már egy órával ezelőtt se értett valamit, csak bár akkor úgy tettek, én akkor még értettem, ők már akkor se értették. Igen. Tehát nem. Vállalja az ember azt, hogy valamit nem tud. Mindenképpen jobban jön ki belőle végeredményben. Ha pedig nem, akkor rossz helyen van. Akkor menjen alapba a szervezetből egy olyan helyre, ahol nyugodtan vállalhatja azt, hogy nézd, ezt tudom, ennyi tapasztalatom van, ezért vállalom a felelősséget, és itt ér véget a tudásom. Most ez is nehéz dolog egyébként, hogy az ember fel tudja mérni, hogy hol vannak a tudásának a határai, tehát ez is tudás kell, tapasztalat kell, de én erre biztatnék mindenkit. Vállalja nyugodtan, hogy ezt nem tudom, ezt nem látom át. Ezt meg ezt tudom, idáig rendben van, ehhez, bocs, én most nem tudok hozzászólni. Mondd el, hogy miről van szó, elmegyek, beszélek másokkal, vagy utána olvasok, most erre itt hirtelen nem tudok semmit mondani. Igen, és akkor azt is be kell tervezni, hogy akkor a tesztelőnek képeznie kell magát, akár azon a területen, hogy azt a feladatot meg tudja csinálni. Természetesen. Talán az utolsó kérdés a tesztelése kapcsolatban, a témában, hogy te látsz-e, és ha igen, akkor milyen trendeket látsz így a szoftvertesztelés és az agilis világ kapcsolatában? Egyfelől látom az agilis módszertanoknak a terjedését, tehát ennek minden előnyével és hátrányával. Tehát előnye az, hogy azért a szoftverfejlesztésre alapvetően alkalmasabbak az agilis módszertanok, mint a klasszikus vízesés modell. Ugyanakkor ennek van egy hátulütője, hogy az agilitás az divattá is vált, és ez ennek minden baját magával hozta, tehát ugye mindenki beszél róla, és mindenki próbál büszkelkedni vele, hogy milyen agilisak vagyunk. Miközben egyrészt nem azok, másrészt nem is tudják, hogy mi az úgy egyáltalán, és ennek a második lépcsője pedig az, hogy hát van egy csomó kókler a szakmában, aki ezt nagyszerűen kihasználja. Tehát a kókler tanácsadók, akik már hallottak valamit az agilitásról, és azt hiszik, hogy tudják, hogy ez micsoda, és hogy nagyszerűen tudnak segíteni ebben olyanokat, akiknek még kevesebb fogalmuk van arra, hogy mi az agilitás. Hát ebből érdekes dolgok tudnak is ülni. Tehát én láttam olyan oktatót, aki 4-5 különböző oktatási tematikát adott elő egy cégnél, vagy hát sőt, különböző cégeknél, és az úgy nézett, hogy volt neki egyébként 40 szlájdja, kommunikáció, változásmenedzsment, prezentációs technika, ezeket a témákat gyakorlatilag ugyanazt az egy oktatást eladta a legkülönbözőbb címszók alatt, többször is, úgy, hogy az első fél órában mondom, mindent beterelt egy ilyen kommunikációs, prezentációs technika oktatás mederbe. Tehát változásmenedzsment például az úgy volt, hogy hát a
Rendszeres menedzsment. Az emberek nem szeretik a változásokat, ezért meg kell győzni őket arról, hogy a változás az jó lesz nekik. Ehhez meggyőzéshez hatékony kommunikációra van szükség. Tehát kommunikáció. Így kell csinálni. Kommunikációs jó. Technika, interkulturális kommunikáció. Hát a globalizáció van, a világ egy nagy falu, és hatékonyan kell kommunikálni, tehát kommunikációs technika oktatás. Így is lehet csinálni, figyelj, tehát meg lehet kerülni a problémákat, és lehet úgy is beszélni róluk, hogy nem beszélünk róluk, de az még mindig szerintem értéket képvisel a világban, hogyha a szakmai részét abszolút részletesen, ahogy te is egyébként mondtad és szoktad csinálni, több napon keresztül leoktatod, hogy akkor innen kell kezdeni, végigmegyünk rajta A-tól Z-ig, és akkor minden részletre fény derül, lehet kérdezni, nem ciki kérdezni. És akkor te azt látod, hogy egyre több, igazából az egyetlen változás, amit látsz, vagy amit most így elmondtál, hogy egyre több az olyan, hát most a Kókler szót mondta, egyre több az olyan tanácsadó, akik nem képviselik a szakmai hitelességet, mondjuk nem, úgy. Nem szeretném azt mondani, hogy egyre több vannak, tehát sajnos kétségtelenül vannak ilyenek. Aha. Ennyire nem látom át, hogy most akkor mennyire van, mennyivel kevesebb. Mondjuk úgy, hogy furcsa dolgok vannak. Tehát amikor egy szervezetben akár megalapozottan, akár megalapozatlanul egy megfelelő szintű vezető úgy határoz, hogy ők szeretnének valamilyen agilis módszertant alkalmazni, vagy tanulni egyáltalán valamit az agilis módszertant is alkalmazni. És ehhez ő segítséget kér, akkor itt is nagyon fontos az agilitás a segítséget nyújtó szempontjából. Tehát el kell oda menni, beszélni kell velük, kommunikálni intenzíven, felmérni a helyzetet. Mi az, ami megvalósítható, minek van értelme, oda-vissza. A szervezeti kultúrában adottak-e ehhez a feltételek. És tehát nem egy konzervmódszerrel. Ja, agilis, jó, rendben, akkor csináljátok ezt. Elmondom a kétnapos oktatást, ha még jöttök kérdezni, akkor kérdezzetek, vagy akkor még egy félnapos workshopban még beszélgetünk róla, aztán csináljátok kedvetekre. Tehát így nem működik. Így semmiképpen nem működik. És láttam erre rossz példát. Az aránylag közeli múltban, és megint azt kell mondanom, hogy nem Magyarországon, tőlünk nyugatabbra, nem sokkal nyugatabbra, hogy mondjuk eljussunk valahova Ázsiába, hanem még bőven Európában. Tehát a fejlett Nyugat-Európában. Tehát egy fejlesztési vezető elhatározta, tehát hogy az ő területén ott DevOps-ot szeretnének csinálni, hogy hát ez a házon belüli erőforrásokkal, tudással nem működik, nincsen hozzá specialistánk, tehát megkereste a világszinten az egyik legnagyobb ilyen informatikai tanácsadó céget, nagyon nagy nevű, tényleg nagyon nagy, hogy na akkor ebben segítsenek. Nem akarom hosszan ragozni a dolgot, lényeg az, hogy egy fél éves munkával ez a nagy informatikai tanácsadó cég előállított egy ilyen white papernek nevezett dokumentumot, volt benne, nagyjából 100 pontban összefoglalták a javaslatokat. 20 pont volt olyan, hogy stop doing, 10 pont olyan, hogy continue doing, és 70 pont olyan, hogy start doing, tehát ilyen javaslatok. Na akkor ezt csináljátok. Én megkaptam felülvizsgálatra ezt a javaslatcsomagot, és ének át a hajam tőle, több okból. Témakörökre voltak osztva ezek a javaslatok, 4-5 különböző területre, és a területeken belül semmiféle priorizálás nem volt, és semmilyen sorrend nem volt. Csak fel voltak sorolva, hogy na akkor ezt csináljátok. Nem volt különbségtétel a tekintetben, hogy valami olyan javaslat, amit azt mondják, hogy fú, tényleg milyen jó, akkor ezt holnaptól így csináljuk. És ez megvalósítható volt esetleg, hogy tényleg akkor ezt bevezetjük, jó, nem holnaptól, de egy-két hét is csináljuk. És volt benne olyan javaslat, amivel semmit nem lehet kezdeni, konkrétan például az egyik lean alapelv, hogy pult csináljatok push helyett. Hát most ez micsoda? Tehát konkrétum nélkül ezzel semmit nem lehet kezdeni. Persze. És egyébként meg tele volt egy javaslatokkal, amiknek az erőfeltételei nem voltak meg, és az erőfeltételek biztosítása hónapokat akár többet vett volna igénybe. Sőt, odáig folyult a dolog, hogy
rá kellett kérdeznem, hogy szereplő javaslat, hogy vegyetek fel 5 Scrum Mastert. Meg itt van még ez a javaslat, meg ez az a javaslat, tehát akkor ebben az is benne van, hogy térjünk át Scrumra? Hát igen, 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 az is benne van. Tehát érdekes, hogy benne van, de nincsen kimondva, és ezért egy szép nagy fejlesztői részlegnek az átállítása Scrumra, hát azért az úgy, ha egy év alatt sikerül, az nagyon gyors volt. Igen. Igen. És akkor ezen a gondolatmeneten fogjuk szerintem majd legközelebb folytatni, ahol arról beszélünk, hogy milyen hibái vannak a Scrumnak, mik azok a tipikus elrontott dolgok, mik azok a pontok, amiken általában végig kell menni egy ilyen folyam, egy szervezetnek, amikor V-modellről Scrum-má alakul, vagy Scrumhoz közeli dologgá alakul, rossz esetben nyilván. És köszönöm szépen, hogy ma is eljöttél. Ha bármi kérdésetek van hozzám, vagy Zsigához, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, figyelni fogjuk a kommenteket, és meg fogjuk válaszolni őket. Illetve, ha szeretnétek hosszabban beszélgetni, akkor gyertek a Discord szerverünkre, hiszen egyre bővülő, most már több mint 430 fős Discord közösségünk van, ahol mind magyar tesztelők vagyunk, és mindenki igyekszik a tapasztalatait megosztani és megbeszélni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hamarosan találkozunk!